Nyár elején tették le az alapkövet, azóta folyamatosan zajlik a munka az újfehértói honvédelmi sportközpont területén. A tervek szerint jövőre az országban elsőként Újfehértón adják majd át az épület együttest. Ahogy idén, úgy jövőre is a belterületi utak felújítása lesz a legfontosabb feladat, valamint az intézmények felújítása és bővítése. 2020-as év az előkészületekről szólt, illetve már folyamatban lévő fejlesztésekről. 2021-ben azért én úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan látványos beruházás lesz Újfehértón, amelyre felkapják az itt lakók a fejüket. Nagyon jó ütemben halad a honvédelmi sportközpont építése, úgy gondolom, hogy nyáron azt át fogjuk tudni adni az érdeklődőknek. Nagyon előreadott állapotban vannak pályázataink, tehát a bölcsőde meg fog újulni, illetve bővülni fog egy csoportszobával. Útfejlesztéseket folytatjuk, hisz a városlakók visszajelzéseiből ez az egyik legfontosabb, hogy minél több aszfaltozott út legyen a városban. Elkezdtük idén, de jövőre én úgy gondolom, sokkal több utat fogunk tudni leaszfaltozni. Reményeink szerint csapadékvíz problémák vannak egy-egy esősebb időszakban. Ebben is pályázatokat nyújtottunk és fogunk is még benyújtani. Tehát a csapadékvíz probléma jelentős részét szintén meg fogjuk tudni oldani, illetve vannak olyan projektek munkahelyteremtés kapcsán, amelyek már az aláírás előtt állnak, ezekről hamarosan fogjuk tudni tájékoztatni a városlakosságát, hisz tavaly még volt egy olyan ígéretünk, hogy idén munkahelyteremtő beruházásokat próbálunk hozni a városba. Ugye a pandémia a vállalkozókat is sajnos érintette, így a komolyabb beruházásokkal egy picit várni kell, de úgy gondolom, hogy egy kis türelem, és ebben vagy jövőre, vagy egy-két éven belül olyan beruházások jönnek Újfehértóra, aminek mindenki örülni fog, és közösen fogjuk tudni tovább építeni ezt a gyönyörű kis várost. A Zajti Ferenc Művelődési Központ elektromos hálózatának fejlesztésére 9 millió forintot nyertek, az illegális hulladéklerakók felszámolására 7 milliót. A lakossági igényeknek megfelelően bővítik a bölcsődei férőhelyek számát új csoportszoba kialakításával. Idén a feladatok nagy részét nem a fejlesztés célzó intézkedések tették ki, hanem ahogyan minden más településen is a járvány elleni védelem adta a munka oroszlán részét. Érdekes éven vagyunk túl, hisz nem erre készültünk. Ugye tavaly évvégén óriási várakozásokkal, egy rendezvény cunamival készültünk a 2020-as évre. Sajnos a Covid-járvány ezt keresztül húzta. Igyekeztünk azért egy-két alkalmat megragadni arra, hogy összehozzuk a város lakosságát. Ez ugye sikerült augusztus 20-án szűk körben. Az idősek napja nagyon nagy sikert aradott az idősek körében, valamint az október 23-át is egy picit rendkívüli módon ünnepeltük meg. De sajnos a nagy rendezvények, a több napos rendezvényeink elmaradtak, és ami az igazi fájdalom számomra az, hogy az adventi forgatagot nem tudjuk idén megrendezni, ami tavaly egy új kezdeményezés volt a város életében. Óriási sikere volt, egész évben arra készültünk, hogy idén milyen lesz a forgatag. Sajnos nem jött össze, az emberek egészsége mindentől fontosabb, tehát ezt megértettük és elfogadjuk, és helyesnek is tartjuk azt, hogy most ne legyenek ilyen tömegrendezvények, de jövőre úgy készülünk, hogy amikor csak lehet, minden hétvégén rendezvényt tartsunk, hisz az embereknek szükségük van arra, hogy főleg ezután, az év után, hogy kimozduljanak majd, tudjunk találkozni, tudjunk beszélgetni, egy pohár ital mellett vagy egy étel mellett tudjunk leülni, és át tudjuk beszélni ügyes bajos dolgainkat, hiszen sokkal személyesebb, mint hogy találkozunk a boltban, szia, hogy vagy, és megyünk tovább. Ezt szeretnénk megoldani a jövő évben, hogy mindenképpen több rendezvényt tartani és több személyes kapcsolatot az emberek és a hivatal, illetve emberek egymás között. A vírus elleni védekezés továbbra is kiemelt feladat, de a város arculatának alakítása, a vonzerejének növelése megkerülhetetlen Újfehértó polgármestere szerint, aki úgy véli, a város értékeit egyre többen fedezik fel. Ezt jelzi a betelepülő új lakosok száma. A korábban elvándoroltak is visszatalálnak, távoli országokból is hazajönnek családot alapítani. A lakásépítések és felújítások száma Újfehértón jelentősen emelkedett az idei évben, köszönhetően többek között a családokat támogató kormányzati intézkedéseknek.